Tehetetlen az emberi lét fogalma is. Mindemellett a legkülönbözőbb filozófiai létkérdésekkel foglalkozó témák táplálják a művész alkotói munkáját. Az alkotás egy életjáték meghatározó folyamatának tekinthető, ami rengeteg küzdelemre jár ugyan, de örömöt és boldogságot okoz. Az alkotás processusa minden egyes alkalommal új kihívás elé állítja a művészt, mindenképp egyedi, új személyazonossággal, ha úgy tetszik, új egyéni identitással. A színek harmonikusan, gyönyörűen komponálva élnek egymás mellett, az alakok szofisztikált jellemrajzokként személyesednek meg, a lelki tartalmak kompozíciós egységben formálódnak műtárgyá. Egy-egy festmény vagy grafika előtt állva ráismerhetünk az alkotó önismereti kérdéseire és válaszaira is, továbbá azokon túltekintve pedig a számunkra, nézők számára nyitva hagyott kapupon keresztül haladva, spirituális jelenségeink ábrázatára, a belső egyensúlytartásunk fontosságára, sőt, saját vívódásainkra. Bár minden egyes képet a művész, a mester, mint egy alkimista alakítja, gyúrja, építés, önti formába, mégis a mű bennünk válik végül igazán kincsé. Mítoszok, hát ilyenek a mítoszok, reméljük nem utoljára. Gratulálok, drága Ferok! Köszönöm, hogy meghallgattak! Köszönöm, hogy szabadság! Éljen a művészet szabadsága! Békét mindenkinek! Nem tudom, hogy illene vagy illik, mindig szoktam beszélni így a végén, úgy, ahogy annak idején tanultam Szent Andrási mesteremtől. De mit is mondhatnék, mindenki elmondott mindent. Ki az, akinek nagyon fáj a lába már, és alig bírál? Éva, bírod? Jó van. Jó? Te is bírod? Oké. Okay. Szóval, igen, elmondott mindig mindent mindenki. Nem is tudom, hogy mit tennék hozzá. Tehát ilyenkor úgy szokták csinálni, mindig valami nagy, hangzatos és valami nagyon frappáns gondolatokat próbáljam megosztani az emberre. Most megittem 3 pálinkát, és nagyon őszinte leszek, ugye megnyitó előtt. Szóval nekem ez az első olyan kiállításom, amikor érzem azt, hogy többet kaptam az 54 év alatt, az összes karácsonyom alatt, mint amit most. Ezt nagyon komolyan mondom. Én nem az az ember vagyok, hogy így dobálózik a szavakkal, csak úgy. Szóval, hogyha valamit mondok, akkor ezt komolyan gondolom. Mert volt egy nagyszerű apám, és volt egy nagyszerű mesterem, meg van egy nagyszerű családom, akinek a fele itt van most. A testvérem, a Iván, ott a szemüveges integető kicsávó. És a családja, nagyon sajnálom, hogy nincs itt édesanyám, akinek ezt a kiállítást szerettem volna felajánlani, de hát egészségügyi okok miatt nincs most itt. Szóval azért szerettem volna látni azt, hogy látni az arcát anyámnak, hogy megértse azt az egyszerű indián ősanya, hogy én mire tettem fel az életem. Mezőmisit, ez zsanázod, vágod, mert lejöttél, hála Istennek, 70. születésnapjára megkértem Misit, és Paprobival eljöttek anyámhoz. Mondom, drága tesóm, emlékszem, hogy pár év ezelőtt énekeltél Kiskörösön, és a barátaim, a magyar barátaim ott a koncert alatt, akkor még nem ismertük egymást, és mindegyik bögdösött, te figyelj, ez a mező, Misi egy hasonlít rátok. Nézd meg, Misi, ott öcsém, ő a szemüvegben, mint a tesók lennétek. De mondom, én nem tudom, lehet, hogy nem is roma csávó, én nem tudom, ki ez a gyerek, de így jó kerázza a muzsikát. És lement a színpadról a Misi, és odament anyám, első sorba ült, és odament anyámhoz, leült, és neki énekelt, és kezet csókolt neki. És anyámtól ezt hallottam egy hétig. Majd úgy eltelt egy jó pár év, és felhívtam Misit, mondom, gyere el testvérem. És eljött, de ez nem jogosít fel senkit arra, hogy innentől kezdve
Nézzon minden anyukának, Misi. Ez az én kiváltságom. Úgyhogy itt vagytok mindannyian, akik nekem nagyon számítanak. Kiskörösiek, Éva, a többiek. Szóval nem is tudom, mit mondjak. Szóval az... Tényleg, Norbikám, menj, mindig késve érkezel. Hol voltál eddig? Itt voltál, csak nem figyeltem. Szóval, Zoli is itt vagy? Túró Zoli, hol vagy? Itt vagy? Akkor gyere már ide előrébb egy kicsit. Gyere már be, testvérem. Csukjátok már be azt az ajtót, mert jön a hideg. Zolinak egy tapsot. Hát, más nagy öröksége. Utódja. Na, szóval ott tartottam, hogy igen, Szent Andrási Galéria. Most egy kicsit keményebb leszek. El kéne döntenünk, hogy mit akarunk. Tömeget akarunk behozni ebbe a galériába, vagy közösséget akarunk építeni. Szóval nem tudom, meddig fog működni, de bízom abban, hogy a jövőben fel tudunk nőni, eljön az a pár év, mire fel tudunk nőni ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk, és abban a minőségben tudjon működni ez a galéria, ahogy annak idején Péli Tamás és Szent Andrási működött. Engem azért vettek ide művészeti vezetőnek, vagy nem tudom minek, de azt hiszem az a titulusom van névjegykártyám is, és az van ráírva, hogy művészeti vezető. Én igyekszem, de e-mailt se tudok kérni, te is tudod, Attila, nagyon jól. És nem is fogok, mert nem engedem magam ennyire közel az ördögöt. Szóval hagyd maradjak az, aki vagyok, az az őszinte, tiszta, egyszerű, olátszigán csávó kiskörösről, aki nyaranta anyámnak az udvarában fest, a kutyák között.